Alaptörvény. Dolgozatot írni jó dolog, csak visszakapni nem az. Dolgozatot írni jó dolog, ha közben kimegy a tanár. Dolgozatot írni jó dolog, de nem írni még jobb. A tankönyvek értelmezése. Egy tankönyv kis és nagybetűs részekből áll. Értelme? A nagybetű a lényeg, a kisbetű a dolgozatkérdés. Házi feladat alaptörvény. A házi feladat pontos olyan, mint az érettségi bizonyítvány. Ha nincs, nem veszik jó néven, ha van, nem érdekel senkit. Tanúra. Az antagonisztikus érdekellentét. Az átlagos tanúrán a diák fő feladata, hogy olyan, az órához illő vagy legkevésbé ide tartozó kérdéseket tegyen fel a tanárnak, amivel legjobban lehet húzni az időt, azaz el lehet kerülni a feleltetést. Büfé, szanatóriumi visszajelzés. Minden ideg szanatóriumban van egy-két beteg, aki még egészségesen is azt hitte, hogy egy iskolában húzamosabb ideig lehet is büfésnek lenni. Diszkó, diszkóvarázs. Egy átlagos diszkó és egy Szardínia konzerv között csak annyi a különbség, hogy az egyikben szól a zene. Vendég, törvény a felnőtti lét korlátairól. A szüleidhez érkező legintelligensebb vendégek is mindössze két hozzád intézett mondatot képesek kicsiholni magukból. Jé, már megint mennyit nőttél, na hogy megy a tanulás? Vizsga, intés az első vizsgázónak. Nem mindig a bátraki a szerencse. Esélylatolgatás, a borítékos sorsegy és a kihúzandó vizsgatétel között annyi a különbség, hogy a sorsegyben vannak nyerőpéldányok is. Kívánságműsor. Egy nagyon formatbontó három kívánságműsor következik. Milyen szép számmal megjelentek, remélem teljesíthető kérésekkel fordulnak hozzám. Ki szeretné elsőként kérni? Látom, te nagyon aktívan jelentkezel, tőle tehát nem kérdezem meg. Nos, te mit szeretnél? A Vári Szabó István szakközépiskola diákjainak nevében szeretném kérni, hogy az unalmas matematika órát váltsa fel a Szexuális élet zavarai című tantárgy. Nagyon sajnálom, de teljes mértékben nem tudjuk a kívánságodat teljesíteni, hiszen a szexuális élet zavarai még nem került be a középiskolák tanulható tantárgyak sorába. De helyette egyen megemeljük a matematika órák számát. Remélem elégedett vagy. Te mit szeretnél? Legyenek relaxációs szobák, ahol a tanítás okozta stressz feloldható. Nagyon jó kívánság, tökéletesen egyetértek vele, de az iskola szűkös feltételekkel rendelkezik a tantermek számát tekintve, ezért a kérésedet csak részben tudjuk teljesíteni. Stressz oldásra bevezetjük a napi maratoni futást kötelező jelleggel. Igazán jó és tartalmas kéréseket hallottunk eddig. Jöjjön a harmadik! Hát, tekintettel az előző kérések teljesítésére, én csak annyit szeretnék kérni, hogy kezdődjön meg a tanév. Kérésedet örömmel teljesítjük. Kezdődjön el a 2011-2012-es tanév.